Civil Rádió Miskolc. Zselei Andrea vagyok, a Civil Rádió Miskolc nevében köszöntöm az Avasi kilátó alatt. Pajzs Miklós vagyok, művész néven Secretman. Abban a meglepetésben részesültünk, ahogy feljöttünk ma egy fesztiválra, hogy így elkezdtek sugdolózni körülöttem a fiatalok, hogy jó, itt van Secretman. Mindig meglepő fölismernek egyébként. Nem vettem észre, nagyon diszkréten, tapintatosan csinálták, úgyhogy gratulálok. Hát a Korai Transmission tagjaként, ennek a zenekarnak a tagjaként vagyok most itt, úgyhogy nem is én vagyok igazán, most csak egy zenész vagyok. Én Miklósnak szólíthatlak? Szóval, a zenei pályafutásod hány esztendős? Hát pályafutás, hát végül is alig, hanem 8 évesen kezdődött, amikor beadtak zeneiskolába, illetve 7, mert zenei tagozatra adtak általános iskolába, és másodiktól kellett zeneiskolába is járni, de hát volt ott kiskórus, majd nagykórus, és hát az a világ egyik legjobb kórusa, nyíregyházi. Én ott szocializálódtam. Hát onnan indul a zenész karrier, mert legalábbis a zenész szempontokat ott rakták belém először. Amikről egy kicsit nyilatkozol, mik a zenei szempontjai? Nem, hát úgy értem, hogy a másikhoz képest mit kell csinálni, a magamhoz képest mit kell, mert a mi kórosunk számára például Kocsár Miklós írt külön darabokat, és ott mindenkinek adott esetben magának kellett kitalálni, hogy mit csinál, mert célzúgást kellett, és a többit kellett csinálni, és ott mindenki önállóan el volt engedve. Tehát a közös hatást kellett kialakítanunk, például ez arra jó volt, hogy nem lejátszó eszközök vagyunk, hanem mindannyian önállóan hangképző és azt át is gondoló egyén. Átéltétek a részvételnek a lehetőséget. Igen, és attól, hogy modernek voltak ezek a darabok, attól még szerintem sokkal jobban szerettük, mint a nem moderneket például. Tehát ezek nagyon jó, tényleg gyerekeknek való, és, de hogy, hát, hogy mondjam, a maximumot próbáltak belőlünk úgy kihozni, hogy közben örüljünk is. És ez a lényeg. Ha van hátránya, vagy hátulütője egy annyira egyházi kórusnak, akkor az, hogy például egy mával telerakott darabot már nagyon nehezen tudnak előadni, mert olyan mértékben élvezik most is az újak, ugye, akiket néha látok. Annyira élvezik, hogy csinálnak, hogy mikor egy Fauré requiemet énekeltek, akkor az olyan furcsa volt. Miklós, ez az általános iskola, ez már akkor zenébe telt. Mi volt, ami úgy még utána hatott? Utána is jó kórusba kerültem, az Kecskeméten a Kodáintézet. Az fontos, a kórus az fontos egyébként, amíg nincsen önálló dolga az embernek. A zenekar és kórus az szerintem kondícióba tartja ugye, tehetséget. És akkor még azután, még volt egy az akadémiai kórus, és akkor utána indult az, hogy azt azért hagytam már ott, mert észrevettem, hogy most már saját programot kezdek, nem sajátot, de... Megjelent Miklós. Még akkor jelengetett, tehát a buddhista főiskolára bekerültem tévedésből, és akkor ott Lár András és Barátai című zenekarba bekérezkedtem, és akkor onnan indult igazából az, amit ma csinálok, az onnan indult, abból a kicsi zenekarból átajánlottak a Korai Örömbe, átvittek tulajdonképpen, és akkor én az első Korai Örömös akció az volt, hogy már egy 600 fős közösség előtt csak a Kongásnak bemutattak, és akkor már színpadon voltam valahol. Észre se vette a zenekart, szerintem ott vagyok. De akkor ez a buddhista főiskolával kezdődött igazából az, ami... Ez a része hatott rád? A buddhizmus? Én mai napig olvasom, próbálom. Hát részed lett. Igen, hát nekem Jézus is ilyen vezető, de nem úgy, mint Isten fia, hanem aki amiket mondott az alapján. És hát a Buddha ugyanígy egy úgymond lelki vezető, de hát a Vonnegut is. Tehát ugye zárom le náluk a tanítóknak a sorát. De nem, hát a Buddha az egy okos ember, nagyon okos ember. Ez pszichológus volt igazából. Nem vallást talált ki, hanem épp vallást épített le. Tehát, hogy egy ilyen... Megnyitott egy kicsit valami. Hát ő más, ő az abszolút a pszichére ment rá. Tehát teljes mértékben azt nézte. Én kicsit visszakanyarodhatok, hogy oké, gyerekkor, de hogy kiindított el, ez valamilyen szülői motiváció volt, hogy egyből zenei általános iskolába kerültél? Hát szerintem látták, hogy furcsa vagyok ennyi. Tehát velem nem nagyon tudtak mit kezdeni, szerintem is. Mi jellemző a gyerekkorodra? Milyen Miklós volt a kicsi? Hát
film, meg 3 évesen az édesanyám, és én szerintem elveszítettem a fonalat. Tehát, és 5 évesen érkezett egy öcsém, nevelőanyám, már hogy hozott egy fiú, tehát nekem teljesen felborult az életem 3 éves koromtól, és hát szerintem ilyen pszichés problémákkal is küzdöttem. Úgyhogy ilyen értelme nehéz volt, de az osztályközösség ott az általános iskolában az kiváló volt, és az osztályfőnököm az a Szabó Dénes volt, aki ugye a kórust is vezetett, hát ő egy nagyon jó, hát jó, hát ezt így nem lehet mondani, minden esetben progresszív. Máshol találtad meg a biztonságodat, vagy a közegedet? Hát ők voltak az én közegem, a családom biztos kicsit sértő, de hát sokkal többet kaptam a Szabó Dénestől, mint az apámtól sajnos. Nem rossz ember az apám, de hát ő mással foglalkozott, nem velünk. Úgyhogy a szüleim gondolom úgy látták, hogy a fülem is nagy, meg mit tudom én. Szóval emlékszem, hogy mindig magyarázták, hogy zenész fül, nem értettem, miért kell egyáltalán egy ilyen megjegyzést tenni bárkinek a fülére, mi gyereknek a fülére. Van a füled, nem? Hát persze, de hát a gyerekkoromban mondom, hogy nagy, tudod, és akkor az apám azzal mentegetett, hogy művész, hogy zenész fül. Tehát ilyen még édesapám? Igen, éppen hogy nem még ilyen. Na, büszkened egyébként? Ő nem tudja. Lát belőled valami? Nem mernek abba bele nézni, hogy én mit csinálok. A nővérem félig rosszul van tőle, megviseli. A nevelőanyám meg apám, ők hát most ők csak a tévét nézik. Na most én ott szerencsére nem vagyok. Na, akkor érkezzünk meg, hogy mit csinálsz te, a te fogalmaid szerint. Mint művész, vagy mint... Gondolom ez azért egybe van, nem? Nem, mert most földműves lettem, tehát rám szakadt egy föld, meg el kellett menekülni otthonról, és akkor a nővérem nyaralójában élek Balatonon. Élek Balaton? Balaton közelében, és hát most én földet művelek konkrétan, tehát alig van más most az életemben. De ez pozitív? A terápián most egy teher, vagy mi ez? Hát, nagyon nagy teher. Hát, aki krumplibogarakkal küzdeni, az nagyon nagy tehertétel. Tehát az valóban hetek óta tart. Hát, hogy azt érzi az ember, hogy nincs vége, hogy a gazdal küzdeni. Elég jó belaktam azt a földet, és hát a gaz is ahhoz képest. Valahol élvezi is az ember, csak ez, hogy nincs vége, ugyanazt a sort háromszor végig gyomlálni. Na, megterelő, de azért nem azt mondom, hogy rossz, tehát, hogy van mit csinálnom, lesz kajám ebből, tehát én magamnak létrehozom majd az ennivalót, ugye őszletére. Ez jó, meg talán becsületes dolog is. Van ebben valami ilyen önfenntartó szándék? Hát erre mentem rá, igen, hogy minél kevesebbet kelljen költenem. De akkor ez inkább gazdasági motiváció, vagy ilyen társadalomból kivonulok, hát vagy ilyen önismeret, vagy több, mi ez? Több, hát a kivonulás is van benne, mert mondom, hogy kellett otthonról jönnöm. Benne van az önfenntartás is, nyilván, de hogy felszántották nekem kéretlenül a földet, és akkor onnantól a föld már azt mondja, hogy csinálj velem valamit a mesében. Hát, és akkor ott azt a felszántott földet nekem el kellett látnom munkával, mondjuk. És ilyesen, egy újabb kihívásban. És hát de akkor ilyet még nem csináltál, úgy hallom, úgyhogy ez most könnyebb lesz. Visszakanyarodva, hogy mit csinál a Miklós egyébként ebben az életben? Hát amúgy szövegeket írok. Most például az Üllői fák készül egy új lemezzel, és akkor mint a szerzőtársam a Szántófaszi, és akkor neki írok szövegeket. Ez az egy művészeti munka, amit végzek, kivéve a föllépések, de hát azt mondhatni rutin. Milyen keretekben, most melyik zenekarokkal van fellépés? Van a Secretman zenekar, ami ugye az én nevemet viseli, ott énekes vagyok, meg hát magamnak írom ugye a szövegeket. Van a Korai, most a Transmission változata fut. De ez mitől alakul így, hogy átneveződnek a zenekarok? Onnan, hogy nem mindenki jár próbára, és abból az 5 emberből bosszú alakult. Nem, egyszerűen az 5 ember. Más, de a hangzás az? Vagy? Keményebb, tehát szikárabb témára jobban koncentráló az, amit most csinálunk. Nem ömlengünk, nincsenek üres részek, stb. És megvan a tempó, ami alá nem megyünk. Tehát, hogy itt ez kifejezetten az ozorai közönséget célozta, hogy ővelük is tudjunk mit kezdeni. Az nem azt jelenti, hogy csak nekik akarnánk játszani, de hogy ők a legkeményebb
bíró igazából, mert ők aztán nem fognak megmozdulni, ha te nem csinálod azt, amit ők szeretnének, és akkor végül is ott olyan maximum 30 ezer nem tudom hány ember előtt, végül is levizsgáztunk 2 éve, tehát működött az is. És akkor a harmadik fő projekt az a Don Giovanni új báb opera, aminek szintén én írtam a teljes librettóját, és én is játszom az egészet egyedül, 3 órás a darab, hát az a legdurvább, meg hát az tulajdonképpen a főművem. 3 órán keresztül milyen hangszeren? Éneklek. 7 szereplő, 8 szereplő. Női hangon, férfi hangon, minden. De ami... Pajzsmikin olyan gitári szokott lenne. Nem, én fúvós vagyok, ha egyáltalán hangszer van a kezemben, akkor vagy furujaféle, vagy dorom, vagy felhangénekes vagyok, az is vagyok. Tehát már amiben ilyen igazán kiváló vagyok, az a felhangének, a doromba, a fujara, ugye az egy ilyen embernagyságú szlovák furujaféle. Azt tudom, hogy ezekben unikális, vagy hát már elértem azt, hogy egyedi, ahogy én hozzányúlok. Aztán hát ezzel az operával hoztam létre valami súlyosat, ezt nem én mondom, hanem a szakemberek mondják. Ja, és akkor negyedik az meg az Anarchista Színház, amiben játszom. Jelenleg 2 darab fut, volt, hogy 3, most készül majd egy harmadik, nem sokára, vagyis hát majd szeptemberben. Furcsán azt mondtad, hogy most nem futnak nagyon ilyen művészeti tevékenységek, aztán sorjánzott. Hát úgy, hogy a létrehozás nem annyira, tehát nekem az a művészeti, igen, tehát nekem inkább az a művészeti. Ezek a fellépések, hát azt az ember megcsinálja, azt jó kell megcsinálni nyilván, de azt te már tudod. Tehát, hogy az operára is annyit kell készülnöm, hogy aznap végigveszem az egészet. Minden ott van a fejemben, az összes szöveg, meg az összes kapcsolódás és a többi. De az már nem munka, úgy mond, tehát ezt nem újra és újra létrehozni kell, hanem azt csak frissíteni kell. Megkérdeztettem, hány éves vagy? 52. És ilyen alkotói, nem tudom, életgörbédet hogy értékeled most? Hát nem kezdtem túl régen végül is, tök friss vagyok. Felfele megy, lefele megy, stagnál? Hogy érzékeled? Hát olyan értelemben fölfele, hogy már nem elégszem meg minden megoldással. Régen se egyébként, de hogy most már magasabb az igényszintem. Igazából, amikor meg kellett az operát írnom, főkérésre írtam meg ugyanis, akkor egy átalakult pár dolog a fejemben. Tehát a Mozarttal dolgozni az kemény volt, de nagyon jó. És onnantól már egy kicsit, talán magasabb lett az igényszintem, azt hiszem. Szerintem fejlődök, a hangom is fejlődik egyébként, és a készségeim is fejlődnek. Hát most megírtam 2 nap alatt egy szöveget, nem szoktam ilyen gyorsan írni. Van valami rutin is most már, könnyebben dolgozom, mint régen. Önbizalom meg ilyenek. Hát az fontos, hogy az, én sose hittem magamban. Most se úgy, hogy hiszek, csak mikortól, most már láttam a külső jeleket. Hogy... Mikortól fordul ez el? Hát amikor megkapsz egy olyan kritikát, ami megjelenik egy olyan újságban, és nem, tehát amikor egy élet és irodalomban egy oldalon át méltatnak egy Cucurelli Endre, akkor már elhiszed, hogy beiktattak a művészvilágba, vagy amikor egy Sein Gábor kell ki magából, hogy milyen jót látott, ő az operát látta, vagy egy opera énekes ír az operáról, hogy mennyire fantasztikus volt, és kiemelik direkt, hogy látom, hogy igazam van végül is, tehát nagyon meredek, amit csinálok nagyon sokszor, de ha valaki hajlandó odafigyelni, ezen bukik meg az én életem egyébként a figyelem hiányán, de ha valaki hajlandó oda törni magát, úgymond, akkor alig, ha nem jó, amit csinálok, tehát csak figyelni kell, aztán kiderül. De... Nehéz. Akkor 3 kérdés zsong a fej, bocsánat. Az egyik az érdekel, hogy igen, tök fontos mások elismerése, és már az alkotói világban, ezt gondolom én, hiszen exhibicionizmusból indulunk. De hogy mire vagy te büszke, azt meg tudod-e fogalmazni? Vagy talán, ha az alkotásokból, fellépésekből, megjelenésekből választhatsz, akkor mi az, ami... Te leginkább. Én csak azt csinálom, amire amúgy büszke vagyok. Tehát ez a... Akkor nincs ilyen leginkább? Hát az opera címer az életemben nyilván, de hát büszke vagy büszke. Hát a jó érzés volt az a Zeneakadémián egy operában az egyik főszerepben lenni. Ilyenek vannak, hogy kiválaszt egy rendező valamire, és akkor bekerülök olyan közegben, ahol addig nem voltam, és hogy ott is
pápon maradok, tehát rendes opera énekesek közt is. Nincs ilyen, én örülök inkább, nem büszkes, öröm inkább az, hogy nekem sikerült, összejött, vagy nem tudom, megadatott az, hogy normális emberekkel, vagy hogy mondjam, eredeti emberekkel tudok dolgozni. Eredetiek a projektek, amik létrejönnek, hogy ahogy jönnek az új és új ifjak, például Döbrei Laura, hogy ő vele is játszom. Azt látom, hogy be vagyok ágyazódva végre a ilyen kulturális értelembe. És hát arra vágytam végül is mindig. Akkor hogy... ez most egy jó közeg. Hát most nekem csupa, velem csupa jó dolog történik igazából. Végre leszálltak rólam, akik hát tele van az ország vagy a világ emberekkel, akik kedvedet el akarják venni mindentől, az önbizalmadat megroppantani, és a többi. Ez inkább így a belga vonal, meg ezekre gondolsz? Hát ott volt még ilyen, igen, de ez például teljesen, ez kiveszett az életemből igazából. Jó, hát ha őszintén akarok lenni, az anyósom még akar belém egyet rúgni, utoljára, de hát már hiába. Milyen kontextusban? Hát mondtam, hogy már rákérdezett, hogy ez normális, ahogy mi élünk, és akkor mondtam, hogy én művész vagyok, nekünk, vagy mi művészek, nekünk ez normális, akkor így művész, így mutatta két kis ujjacskáival az idézőjelet, és művész, mert ő csak a tévéből tájékozódik, és akkor ott nem vagyok művész valóban, hiszen nem is közvetít engem a tévén, nagyon jó. Vagy helyes módon, vagy hát, ha nem akarnak ugye értéket közvetíteni, akkor engem se közvetítsenek. De hogy miután van, aki csak a tévéből tájékozódik, az alapján valóban nem vagyok művész, mert nem is vagyok, hiszen az én nevem ott nem forog meg a dolgaim. De hát nem, mert engem már nem lehet így ilyennel megtámadni, hogy hát fölidegesíteni még talán lehet. We'll be right back.
Nyilván túl a személyes családi vonalon. Van-e olyan sértettségérzeted, amit a közéletből hurcibálsz magadon, vagy magaddal? Nem sértettség. Neked voltak nagyon erős dallamocskáj, dalocskáj. Hát nem csak az, hanem ugye nekem volt egy bírósági, hogy mondjam, procedúrám a Lovas István nevű borzalommal, és ott kapott egy ilyen erős 10 éves, hogy mondjam, visszahanyatlást a úgymond karrierem. Tehát az, ami fáj igazából. Ezt így egy mondatban összesűrítve már fel tudod, vagy el tudod mondani, hát, mi történt? Elég nehéz, de ugye, még akkor a magyar nemzet ugye az egy, a kormánynak volt alapja, és akkor ő ott hát mocskolta a Tilos Rádiót, meg mindenkit, akit ért a Tilos Rádióból, és én, mint kurátor, akkor engem külön lehetett kezelni, ez a barangós ügy, ha valaki még emlékszik rá. Igen. És hát ez én megfektetett mondjuk téged? Igen, mert én, mint kurátor, meg szóvivő, belekeveredtem úgymond ebbe a projektbe. Sőt, van, aki azt hiszi, hogy én vagyok a barangó, vagy én mondtam azt, hogy megölnék minden keresztényt. Tehát kiirtanék minden keresztényt. Tehát, hogy én tehát, szépen hogy bele... összekeverednek a lapok? Hát persze, és akkor én ebbe belecsúsztam. Van, aki összemossa. Belecsúsztam, a Lovas István felhasználta, olyan mondatokat adott a számba, amik... hát szörnyűek mondjuk így, és nem is mondtam, de úgy állított be az olvasók közönség előtt, hogy én olyan vagyok, amit ő ugye kitalált, és akkor kértem helyesbítést, nem kaptam, és önbíráskodtam egy számban, úgymond, ahol a Lovas Istvánt ellengéreztem ki, meg hát látszólag. Akkor ezek ilyen indulatból keletkező dalocskák? Már nem annyira indulat volt, hanem számítás, hogy én el szerettem volna boronálni ezt az ügyet, de hát látszólag a szám arról is szól, hogy ki kell írtani a jobb oldalt, úgynevezett jobb oldalt fegyverrel, még azt is, kit milyen fegyverrel, tehát ez így szépen, de a gyűlöletre is reagáltam már akkor, mert éreztem, hogy rossz felem megy, most már szépen tetőpontra járt ez is, de ez 10 éve én még próbálkoztam jelzéseket adni, például a Pannó Rádióból csináltam egy olyan összeállítást, hogy jöjjön le mindenki számára, akinek nincsen gyomra egyébként Pannó Rádiót hallgatni, jöjjön le, hogy mi folyik, tehát milyen mérgezés folyik, nagy üzemi mérgezés, gyűlöletkeltés, meg a többi. Na, szóval nekem az ilyen sérelem, úgymond, amit hordozok, az kb. Ez, hogy a bíróság elmeszelt, és akkor ott én... Hát én ott maradtam tulajdonképp a padlón, nem léphettem föl az A38-on, az 5 padomba, nem tudom hány helyen, lemondták a pont ilyen libris valami írók előtt, valami kultúrprogram lettem volna, azt is mindent, tehát hogy még az írók... Ki volt adva a parancs? A Magyar Rádióban a nevem le volt tiltva olyan értelemben, hogy hát legalábbis egy főszerkesztő jelezte, hogy ez a név nem megy át, tehát hangjátékom lemehetett a Magyar Rádióval, de nevet kellett magamnak. Talán Pajzsem Lajos néven mentek le a hangjátékok. Tehát nem a színvonallal volt baj, mindössze a nevem nem hangozhatott el. És akkor hát ennek megfelelően én nyilvánvalóan egy csomó megbízatástól elestem, csomó helyre nem mehettem, csomó helyen rettegtek tőlem. Még mai napig is azt tapad akár a nevemhez, hogy Vinyánszky például azt gondolja, hogy én valami fasiszta dologba keveredtem. Igen, mert a fasisztát az ő nyelvén megtámadtam. De hát, hogy egy színházi ember nem tudja, hogy valaki nem feltétlenül. Tehát a színész, aki megöl valakit a színpadon, az nem azért öli meg, mert ő gyilkos. Szóval, hogy ez tök meglepő nekem egy színházi embert, hogy azt hiszi, hogy azonos vagyok azzal, amit kimondok. Hogy van ez 10 év után ez a felállás? Hát úgy, hogy ez az operával kezdem eltakarni. Most végre az opera kezd rám tapadni. Tehát most ott tartunk, hogy az opera ragad a nevemhez, és ez már végre sokkal jobb. De ezzel jól is vagy akkor? Hát igen. Tehát ez 1-2 évvel veszem észre, hogy most már nem az a csávó vagyok, a bíróságos csávó, hanem az operás csávó vagyok. Nem a fekete listás? Hát, hogy megváltozik lassan, de továbbra se lenne arra esély, mert ilyen történt például, hogy a Cserhalmi Sára Drága Besugott Barátaim című filmjéhez írtam dialógusokat, tudom, leveleket, nem tudom, már ugye a filmben elhangzó leveleket, és a Cserhalmi is benne volt, és a forgatókönyvet látta a Vinyánszky, és akkor ú, de jó darab, de jó kis szöveg, meg minden,
Meg is rendezném, és akkor meglátta a nevemet. És akkor rögtön. Aztán volt a cserreminek, hogy jár a szart. De ilyen. A hobó is ugyanígy, az operát látta, ugye ő is nemzeti színházas ember, és ő is beszélt valamit nekem a Vinyánszki, vagy hogy lehet, hogy ott is lehetne játszani, de hát akkor mondta Vinyánszki, hogy én valami fasiszta dologba keveredtem. Na jó, ezek itt megviselik az embert. Azt szeretném még kérdezni, hogy ha jól gondolom a terveid, akkor így az opera felé? Hát nekem nincsenek terveim, mert hogy annyira mindig a megbízatások vezetik az életemet igazából, de valóban jól érzed, hogy az opera lenne az, ahol ott érezném jól magam. Librettókat írni, igen, akár föllépni operákban, de a legfontosabb, ami nekem a legjobban hiányzik, vagy ami a legjobb lenne, az, hogy opera librettókat írni. De rendesen, tehát úgy, hogy megkapom érte a pénzt, nem az, hogy én otthon ülök és opera librettókat írok, hanem mi kell ehhez? Ez az kell, vagy tudjon pályázni az ember, vagy ő jusson eszébe annak, aki intézi az egész, aki létre akar hozni az operát, stb. Tehát a Don Giovannival őrült szerencsém volt, hogy egy színésznő ajánlott, a szomszéd színésznő ajánlott a rendezőnek, aki megkapta a megbízatást. Sziasztok! És akkor átadott neki egy lemezt, a Buzia vagyott, és ő abban látott olyan potenciált. Egyébként szerintem nincs a lemezen az a potenciál, tehát én nem tudom, hogy gondolta, de ő látta azt a potenciált, hogy én meg tudom csinálni, meg tudok egy operát. Hogy jutott eszébe, hogy egyáltalán nekem van bármi zenei képzettségemhoz, stb. De igaza lett, én azt gondolom, tehát ha valamit megcsináltam életemben, akkor valószínűleg ez meg van csinálva. Ez olyan, hogy szakemberek is leborulnak, tehát a szöveg előtt is, tehát nem csak az előadás, hanem úgy a komplex előadás is kiemelik a szöveget is. Hát én olyanokat léptem meg, amit hát nem szoktam, tehát hogy olyan a szöveg, mint néha, mint olaszul lenne a hangzása, mint tehát azért ne bántsa a füledet, tehát aki kívülről tudja az operát, ne zavarják, hogy ott más van, tehát a bizonyja helyett ugye én bizonnyal szót írtam, és független attól, hogy az most nem ugyanazt jelenti, mert tudtam úgy forgatni a sort, hogy végül ugyanoda lyukadja ki, csak van benne egy bizonnyal. Hogy a milletre, ugyan nálam illetve. Tehát ez így van megírva, hogy jó legyen hallgatni, meg közben állandóan a katarzis. Nem vagyok egy opera fan, de most valamit megnyitottál. Ezt mindenki képes, ezt be tudja, aki hajlandó odafigyelni, az be tudja fogadni ezt az operát. Tehát rendesen polgáremberek, akik nem operások egyáltalán. Én is tudom, hogy miért írtóznak az emberek az operától. Én magam is írtóztam tőle. Mert azt is tudom, hogy jól is lehet operát csinálni, nem jó, csak jó ez a tapasztalást módon hallani. De hogy ez egy színdarab inkább, csak opera formája van. Így egész jól hangzik. Így zárásként, hogyan vigyázol a hangodra, mint munkaeszközödre? Hát, sehogy. Nem eszem fagyit mohon. Ennyi az egy. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is.
Civil Rádió Miskolc.